Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás, ahol megnézzük, hogy mi változik az életedben. Amennyiben érdekel ez a kivetés, ez megrendelhető, a díjam 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. A te jelenlegi helyzeted. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz a középpontban. Te hozol döntéseket, megvannak az elvárások, hogy mások észrevegyenek téged, dicsérjenek téged. Ha egy férfi vagy, akkor ez a hölgy áll a középpontban, a társnőd. És ez fontos jelenleg számodra. Mit kellene megváltoztatnod? Ez a kasza elvág valamit, lezár bizonyos kapcsolatokat, lehet munkahelyi változás is, amikor azon töprengsz, hogy fel kellene mondanod. Amit megváltoztathatsz, hogy gondold át a dolgokat. Érdemes lezárni, vagy jobb lenne megtartani? És pontosan ennél a témánál vagyunk, mit kellene elengedned, lezárnod. A könyv az jelentheti a tudást, tanulást, továbbképzést. Nem hiszem, hogy ezt te szeretnéd lezárni. Inkább úgy gondolom, hogy a könyvnél a zárkózottságról van szó. Vagy te vagy visszahúzódó és zárkózott, akkor változtass ezen. Az is lehet, hogy ő zárkózott, és ez zavar téged. Lehet, hogy elgondolkozol azon, hogy a zárkózottsága miatt elvágod, illetve lezárod ezt a kapcsolatot. De engedd el, ne foglalkozz vele. És mit kellene megtartanod, megőrizned, mert ez fontos számodra. A horgony jelenti a biztonság érzetét, és ez tényleg fontos. Ez jelentheti a lakhelyet, a munkahelyet, vagy egy stabil párkapcsolatot. Őrizd mindezt meg. A horgony jelentheti a munkát, a hivatásodat is. Ezt is meg kellene most őrizni. A gondolataid. Itt fontosak a kapcsolatok és a szerződések. Gondolkodj el ezen, melyik kapcsolat, vagy melyik szerződés lehet fontos számodra. Az érzelmeid. Itt a szeretet és a szerelem látható. Őrizd meg, ez fontos számodra. Mi változik a környezetedben? A beszélgetések, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt. Lehet, hogy lesznek új kapcsolatok, vagy másképp beszélsz a szomszédokkal, ismerősökkel, rokonokkal, így a környezetedben. Mi javul a párkapcsolat területén? A kulcs jelenti a magabiztonságodat, tehát magabiztosabb vagy, ami a párkapcsolatot illeti, vagy a kulcs jelentheti a nyitottságot is. Itt a könyvnél még zárkózottságról van szó, javul a helyzet, hiszen nyitottabb lesz veled szemben, és kimutatja az érzelmeit. Mi a fundament? Mi ad
számodra stabil helyzetet? Mire tudod kiépíteni az életedet? Itt a ravasz róka tud segíteni, óv rossz döntésektől, vagy eltávolítja a negatív gondolatokat vagy érzelmeket. De a ravasz róka az jelenthet egy hamis szemét is. Ha ezen átlátsz és felismered ezeket a rossz szándékokat, akkor javítasz a helyzeteden. És mi változik a munkahelyeden? Itt ki tudsz építeni valamit, jelenti a ház, vagy dolgozol otthonról. Az is lehet, hogy a munkahelyed összefüggésben áll az ingatlanokkal. De lehet egy családi vállalkozás is. És ez volt, ez az általános jóslás, mi változik az életedben. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!